Tisza-Kálmán-falván nem gyakori a babtermesztés, de akadnak merészgazdák, akik próbálkoznak újabb haszonnövények termesztésével. Tamás Tivadar úttörő ebben az ágazatban. Azt mondja, a hőség és a szárazság megtizedelte a hozamot, fél tonnát aratott. Szerencsére nem szerződött senkivel. Saját magunk vettük a magot, csináltuk, még majd saját magunk áruljuk is. Sárga babot termeltünk most az idén. Ezt a magot bírtuk beszerezni. Majd most a továbbiakban meglássuk, hogyha bírnánk, akkor még valami más fajtát is. A szója aratása is a megszokottnál jóval előbb, szinte egy hónappal korábban megkezdődött. A korai fajtáknál nagyon alacsony a hozam. Szójánál az idén a nyereség az egy az egybe kimarad. Úgy, ahogy tűnik ebből a parcellából, enyhe mínusz is lesz. A termés olyan szemmértékre 5 mázsa holdján. A szóján jól látszik a hosszantartó aszály és a rekkenő hőség jele. Alacsony is, kevés hüvely van rajta, és a hüvelyekben a magok igen aprók. A jelek szerint nem nagy termésre számíthatnak a gazdák az idén. Ezen a szóján jól látszik a hosszantartó aszály és a rekkenő hőség jele. Alacsony is, kevés hüvely is van rajta, és a hüvelyekben a magok igen aprók. Jelek szerint nem nagy termésre számítanak a gazdák az idén. Szerbiában összesen 220 ezer hektáron termesztenek szóját, csak Vajdaságban 170 ezeren. A növényállomány állapotát az éréscsoport, az időbeni vetés és a helyes agrotechnika alkalmazása határozza meg, emeli ki a szakember. U ovoj godini jednostavno je došlo do prekida vegetacijonog perioda. Biće smežuranog zrna, biće mala masa 1000 zrna, svakako će se odraziti na smanjenje prinosa, ali isto tako i semenski kvalitet za narednu sezonu će verovatno biti značajno snižen u odnosu na ovu godinu. A mezőgazdasági kutatóintézet a vetőmag termelést öntözéses termesztésben folytatja. Így nem kell tartani attól, hogy jövőre esetleg kevesebb vetőmag lesz a piacon.